A Szent Pál Marista Általános Iskolában Horváth Tünde tanítónővel beszélgettünk arról, hogyan is készül a szeptemberi kezdésre, hiszen elsős tanítónéni lesz. A tanítónőnek régen volt már elsős osztálya, de kisfia ősszel kezdte az elsőt, így most belelátott az egész tananyagba, hogy mit hogyan kell majd csinálni szeptembertől elsőseivel. Olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az én kisfiam szeptemberben kezdte az első osztályt. Így természetesen most belelátok el az egész tananyagba, és hogy mit hogyan kellene majd csinálnom a szeptember, vagy szeptemberben. Nagyon fontos az első 3 hónap a prevenciós rész nálunk, hogy az iskola-óvoda átmenetet meg kell, hogy könnyítsük, és próbálni felzárkóztatni a gyerekeket, hiszen a járványügyi helyzetben ugye az utolsó hónapokban nem igazán járnak óvodában. És minden, vagy a célom az, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni, és minél hamarabb tudjunk hozzákezdeni a munkának. Célja, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni, és minél hamarabb tudjunk hozzákezdeni a munkához, az elsősökkel, mondja a tanítónő, aki korábban teljesen más pályára készült. Rendvédelmi szakközépiskolába járt, a rendőrség felé orientálódott, de a szeme miatt nem sikerült a felvételi, így édesanyja javasolta neki, menjen tanítóképző főiskolára. Én teljesen más pályára készültem. Én rendvédelmi szakközépiskolába jártam, és a rendőrség felé orientálódtam volna tovább, de sajnos a szemem miatt nem sikerült a felvétel. Nagyon-nagyon kevés időm volt arra, hogy eldöntsem, milyen főiskolára adhatom be, és édesanyám javasolta azt nekem, hogy adjam be tanítóképző főiskolára. Beadtam, és nem is bántam meg azóta se ezt a döntést, mert én el sem tudom képzelni az életemet a gyerekek tanítása nélkül. 2006. januárjában itt kezdett, 2013. októberében elment innen, és tavaly került újra vissza a Maristába. Időközben elvégzett egy hitoktatói képzést, és első-második évfolyamon ő tanítja a hittant is az iskolában. Én 2006. januárjában kezdtem, még akkor az Ádor úti általános iskolába, és egészen 2013. októberig dolgoztam itt. Akkor elmentem ebből az iskolából, és tavaly kerültem újra vissza ide. Időközben én elvégeztem egy hitoktatói képzést, és ezért már most első-második évfolyamon én tanítom a hittant is ebben az iskolában. És mire számíthatnak majd az elsősei? Elsősorban szeretem a szeretetteljes és a bizalom teli légkört kialakítani, hisz úgy gondolom, enélkül nem tudunk munkát kezdeni. A gyerekek igényei érzik az urok, ha azt látom őket, hogy elfáradnak játékos, mozgásos, énekes feladatokkal, frissülünk fel, és ez fogja jellemezni az óráinknak a nagy részét. Természetesen a munka nem marad el, de úgy gondolom, hogy fontos a gyerekeknek ez is. Augusztus végén van a Gólyafiókatábor, ahol megjelennek a beiratkozott elsős gyermekek. Itt ismerkedik majd velük, hogy ne ismeretlenül jöjjenek be szeptemberben az iskola kapuin. Nekünk augusztus végén van egy Gólyafiókatáborunk, ahol megjelennek a beiratkozott elsős gyermekeink. Ismerkedünk ugye velük, hogy ne úgy jöjjenek be szeptemberben az iskola kapuin belőle, hogy nem ismernek senkit, izgulnak. Ez egy nagyon jó dolog szerintem, mert itt azért nagyon sok mindent megtudunk a gyerekekről. Hiszen itt a kézművességektől kezdődően egy kis feladatlapozáson keresztül látjuk, hogy a gyerekeknek mihez van tehetsége, vagy mihez éppen kevésbé. És innestől kezdve már tudunk indulni, és hogy segíteni őket abban, hogy fejlődjenek tovább. Szeptemberre teljesen vidám dekorációkkal fogja feldekorálni a tantermét. Lesz születésnapi fal, sok boldogságos kép, hiszen a gyerekeknek fontos, hogy milyen környezetben vannak. Ha jól érzik magukat, sokkal könnyebben tudnak tanulni és figyelni.